az Úr Jézus Krisztus hamarosan vissza fog jönni az övéért, és azért jön vissza, hogy mindazok, akik ő benne hisznek, azok mind megmeneküljenek. Én hiszek Jézusban, te hiszel? Amen. Akkor megmenekülsz te is, és a te házad népe. Kívánom azt, hogy senki ne maradjon itt az elragadtatás pillanatában, hanem te és a te házad néped, meg én is, gyermekeimmel együtt ott legyünk a levegő légtérben, vele együtt. De ez valamit nekünk is tennünk kell. Elsősorban meg kell térni, és meg kell keresztelkedni. Az övé kell legyünk, az Úré kell legyünk. Amen. Ha valaki szereti az Urat, akkor neki szolgál. Azt mondja Istennek az igéje. Ha valaki engem szeret, mondja Jézus magáról. Ha valaki engem szeret, az megtartja az én parancsolataimat. És szereti az én parancsolataimat. Testvér, szereted az Isten parancsolatát? Akkor azt jelenti, hogy téged meg fog tartani Jézus. Meg akarod tartani az Isten parancsolatait? Akkor téged meg fog tartani Jézus, mert szereted Jézust. Ez a szeretet, hogy megtartani azt, amit ő mond. Nem amit én akarok, hanem az, amit ő mond. Na, segíts meg, Uram, hogy a te keresztfád, a te halálod ne legyen hiába való. Márpedig nem hiába való, mert engem megmentett, testvér. Már ha egy ember megmenekül, akkor az már nem hiába való. Ő eljött a Golgotai keresztre, meghalt, fölment a keresztre, önmagától ment fel. Ott hagyta mennek a dicsőségét. Látjátok, a világban ma az emberek nem tudják otthagyni a gazdagságot, a pompát, a titulust, a ki vagyok, ilyen király, olyan király. Jézus a királyok királya, ne felejtsétek el. Amen. Ő megalázta magát, és lejött a földre. És mai napig is a mennybe a 24 vén leteszi a koronáját Jézus előtt, és letérdelnek előtte, és azt mondják, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget. Legyen áldott az Úr. Hát, hogyha ők ezt teszik, akkor mi hol vagyunk? Hát segíts meg, Uram, hogy mindig énekeljünk arról, hogy te szenvedtél a kereszten, és te olyan titulust, olyan nevet kaptál, amely névre minden tért meghajol. Mennyeieké, földieké és földalkolóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Amen. Eljöttél, feláldoztál magad, szenvedtél, azért, hogy célt mutass helyettem. Te megmondtál, hogy éljek, és ezért követlek, követlek. Bárhová, mikor még semmi sem létezel, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. De te akkor már szerettél engem. Hatalmak jöttek és tűntek el. De oly csodál, minden senki nem tehet. A földnek kincse nem élet fel vele, és senki másé nem lesz már szíve. Mert te eljöttél, feláldoztad magad, szenvedtél, azért, hogy célt mutass helyettem. Te megmondtál, követlen, követlen.